Szóval a mai nap folyamán az internet veszélyei gyermekeinkre című előadásunkat hallhatjátok. Az alábbi témakörökön megyünk keresztül, ugye szó lesz a közösségi oldalakról, internetes megfélemlítés és online zaklatásról, káros weboldalakról, tartalmakról, sextingről, groomingról, chat és IM-ről, fájl megosztásról, online függőségről, internetes játékokról és adathalászokról. Akkor kezdjük is a közösségi oldalakkal. Az internet legnépszerűbb felületei a közösségi oldalak, ugye ezen keresztül tudunk kapcsolatot tartani, ismerkedni, fényképeket, videókat feltölteni, megosztani egymással. A világ legnépszerűbb közösségi oldala a Facebook, gondolom ezzel nem mondtam új információt, 2004-ben alakult meg. A közösségi oldalra 13 éves kor alatt nem lehet regisztrálni elméletileg, azonban, hogyha 13 éves kor alatti gyermek megpróbál regisztrálni, igazából önállóan kell kitöltenie az adatokat, és hogyha 13 éven felüli adatokat ír be, akkor ezt a regisztráció elfogadja. Illetve egy érdekességet hoztam még, hogy sajnos elterjedt az is, újszülött gyermekeknek is létrehozunk már profilt, ugye ez is lehetséges manapság, az kérdéses, hogy vajon egy újszülöttnek hány ismerőse lehet a Facebookon. A közösségi oldalak felelőtlen használata, tehát számos veszélyforrása lehet, itt jön be például a digitális lábnyom fogalom. Ez a digitális lábnyom igazából azt az online jelenlétet értjük alatta, tehát amit mi az online jelenlétünk alatt hagyunk jeleket. Ez akár különböző oldalaknak a böngészése. Két elv mentén kerülhetők el ezek a negatív tapasztalatok. Az egyik az, hogy amit az életben nem teszel, azt ne csináld online se. Illetve használd az eszed, mielőtt közzéteszed. Tehát ami egyszer felkerül a világhálóra, az örök időkre ott marad. Fontos, hogy kerüljük a túlzott kitárulkozást, tehát nem fontos minden apró részletet a magánéletünkből megosztani. Nem tudom, mennyire ismeritek a Hintalovon gyermekjogi alapítványt. Ők 2016-ban jöttek létre, és céljuk gyermekeket érintő jogsértések számának csökkentése. 2021-ben a Magyar Telekommal együttműködve indítottak el egy kampányt, aminek a célja felhívni a figyelmet a gyerekekről készült posztok negatív hatásairól, illetve a tudatos digitális viselkedés elterjesztése. Statisztikák szerint világszerte közel 1000 fotót töltünk fel az Instagramra percenként, és több mint 95 millió posztot és videót osztunk meg naponta. Most a Hintalovon alapítványtól szeretnék egy videót elindítani, és erről is kérnék visszajelzést, hogy látjátok-e. Jó, és akkor most vissza is térünk ide. Tehát érdemes a Hintalovon alapítványnak a honlapján szétnézni. Ugye itt a Ne posztoljal címszó alatt látható még különböző videókat. Minden ilyen elérhetőség a előadás végén fel lesz vetítve egy dián. Mik azok az adatok, amiknek semmilyen körülmények között nincs helye az online térben? Ugye nem szabad megadnunk születési hely és idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely és nyaralás dátuma, hiszen előfordult már olyan eset is, hogy valaki
kiposztolta, mikor van konkrétan nyaraláson, vagy mikor utaztak el, és ez alatt az idő alatt akár ugye betörés áldozatává vált, szóval erre nagyon kell figyelni. Nem biztos, hogy mindenkinek tudnia kell azt, hogy mi konkrétan meddig nem tartózkodunk otthonunkban, illetve érdemes odafigyelni, hogy ha ezt mindenképpen szeretnénk közzétenni, akkor ne legyen nyílt a profilunk, tehát tényleg csak a barátaink tudhassanak ezekről az információkról, de legjobb, hogyha elkerüljük ezeket a veszélyeket. A jelszó védelme nagyon fontos. A szakértők azt mondják, hogy a biztonságos és szinte feltörhetetlen jelszó kis és nagybetűkből kell, hogy álljon, számokból, és legalább 8 karakterből. Ugye az is fontos, hogy minden egyes új oldalnál, ahol regisztráció szükséges, más-más jelszavakat használjunk, illetve ezeket havonta érdemes változtatni is. Felteszek egy kérdést, de az is elég, ha cseten vagy a későbbiek során majd válaszoltok. Ki tudja, hogy Magyarországon mi a leggyakrabban használt jelszó? Erre majd kíváncsi leszek. Erre majd visszatérünk akkor a végén. Vagyis már érkezett egy válasz. Igen, igen, tehát, hogy ez a jelszó 1, 2, 3, 4, ez a leggyakrabban használt, illetve amit még szoktak használni, azok akár születési adatok, vagy házi kedvencek nevei, vagy becenevek. Úgyhogy ezek a legjellemzőbbek, de az elsődlegesen ez a jelszó 1, 2, 3, 4. Menjünk következő témánkra, itt az internetes megfélemlítés, cyberbullying és online zaklatás, azaz angolul online harassment téma körével folytatjuk. Néhány évvel ezelőtt került be a büntető törvénykönyvbe a zaklatás tényállása, majd kis idő múlva a virtuális változata is. Az internetes zaklatás alatt azt értjük, amikor valaki interneten vagy mobilon keresztül bánt másokat, tehát szándékosan. És ugye itt felmerül a kérdés, hogy miben más ez az online virtuális zaklatás a hagyományos zaklatáshoz képest. Ugye a virtuális zaklatásnál a nap 24 órájában fenyegetve érezheti magát az illető, hiszen nincs az, hogy mondjuk hazamegyek a békés nyugodt otthonomba, és ott már nem tudnak bántani, nem érhet atrocitás, hanem ugye a telefonunkon, az interneten keresztül folyamatosan kaphatunk ilyen zaklató üzeneteket. Ugye sokszor nehéz beazonosítani a zaklatót, mivel le tudja tiltani a telefonszámát, vagy ugye a Facebook sajnos fals profilok regisztrációját is engedi. Ugye ilyenek is előfordulhatnak, hogy egy-egy képünk alatt olyan kommentek jelennek meg, akik nem létező személytől érkeztek. Ez szintén ugye a nyílt profilnál jellemzőek. Ugye egyszerre több embert is megcélozhat, akik közül sokan elsőre talán fel sem ismerik, hogy zaklatás áldozatai. Az internetes zaklatásnál azért pozitívumként emelik ki, hogy bizonyítható, tehát míg szóban, ha elhangzik bármilyen zaklató vagy sértő megjegyzés, ha az két ember között történik, akkor ugye nem tudjuk bizonyítani, hogy ez valóban megtörtént, míg az internetes zaklatásnál a chatbeszélgetések, vagy akár a telefonon keresztül az SMS-ek, az különböző üzeneteknek a nyoma, az megmarad. Mit tehetünk ellene? Tippek gyerekeknek. Ugye mindig tartsuk tiszteletben a többieket, nem láthatod, hogy milyen hatással vannak a szavaid, vagy az általad küldött képek másokra, tehát fontos, hogy tiszteletben tartsuk, hogy mit mondunk, és mit küldünk másoknak. Úgy kezeljük a jelszavunkat, mint a fogkefét, itt ezt a hasonlatot hozzák, tehát ne osszuk meg másokkal. A mobilszámunkat csak megbízható barátoknak adjuk meg. Mentsd el a bizonyítékot, tanuld meg, hogyan mentheted el a sértő üzeneteket vagy képeket, online beszélgetéseket. Használd az eszed, mielőtt közzéteszed, ugye ezt már mondtam korábban, tehát bármit küldesz vagy posztolsz online, legyen az fotó vagy szöveg, ezek nagyon gyorsan terjedhetnek, és nem törölhetőek. Blokkold a zaklatót, tanuld meg, hogy hogyan blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne vágj vissza, ne válaszolj haragból.
Beszélj róla, ha sérelem ért, akkor mondd el egy felnőttnek, akiben megbízol, vagy hívd a kék vonal számát. És végül, hogyha tudsz arról, hogy valakit zaklatnak, akkor támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást, hogy ne maradjon egyedül ebben a sérelemben. Mit tehetünk ellene, mint szülők? Ez a Safer Internet program hazai fejlesztői írták össze ezeket a pontokat. Tehát, hogy legyünk tudatában annak, hogy a gyermekünk is zaklathat akár másokat az interneten, vagy zaklatás áldozata. Itt intőjel lehet, ha a gyermek feszült, idegesnek tűnik internetezés vagy mobilozás után. Fontos, hogy beszélgessünk a gyermekeinkkel arról, hogy mire használják az internetet vagy a mobiltelefont, meg kell próbálni őket megérteni, és bizonyosodjunk meg róla, hogy az előző 7 tippet ismerik a gyermekek az előbb, amit felvetítettem. Ismerje meg a gyermek által használt szolgáltatások biztonsági eszközeit, a legtöbb közösségi oldalnak, chat oldalnak vannak blokkolás vagy elutasítás gombjai, biztonsági beállítási menüpontjai, némelyik lehetőséget nyújt az online üzenetek rögzítésére is. Emlékeztessük a gyermeket, hogy ne válaszoljon a rossz szándékú üzenetekre, mentsük el bizonyítékként a zaklató e-maileket, és jelentsük be a zaklatást. Ezt jelenthetjük iskolának, vagy a szolgáltatónak, vagy a www.biztonságosinternet.hu oldalon. Súlyos esetben pedig a rendőrségnek is szólni kell. Menjünk tovább a káros tartalmakra. Mit tehetünk a káros tartalmak ellen, mint szülők? Ugye már az előzőben is hangsúlyoztam, tehát nagyon fontos beszélgetni a gyermekeinkkel, közös internetezési szabályok, tehát egy ilyen net etikett kialakítása, ezzel csökkenthetők az internetes rossz élményekkel való találkozások. Technikai oldalról pedig a szűrőprogramok szolgálhatnak segítségeül. Kisebb gyermekek esetében hasznos lehet gyermekvédő programok aktiválása, beállítani a böngészőt vagy a keresőt, hogy a gyermekek ne ütközhessenek ilyen oldalakba. Idősebb gyermekek esetében érdemes ugye megtudni, hogy mi jelenleg a divat a gyermekkor csoportjában. Saját hozzáállásunkat azért mindenképp képviselni kell ezekkel a témákkal kapcsolatban, mondjuk el, hogy mit tartunk jónak és mit nem, és ezeket beszéljük át a gyermekeinkkel. Következő témánk a sexting. Mit jelent a sexting kifejezés? Ugye ez, ha valaki saját magáról kihívó pózban vagy lenge öltözetben képet készít, és ezt elküldi a barátainak, barátnőjének, MMS-ben, e-mailben, cseten, tehát különböző módokon. Ha egyszer egy képet elküldünk valakinek, akkor onnantól elveszítjük a kontrollt felette. Ezeket láthatják családtagok, barátok, jövőbeni munkaadó, vagy bárki, hogyha rossz szándékú birtoklásba kerül. Kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet a képen szereplő személy, megfélemlítés, zaklatás áldozatává válhat. Ha egy kép vagy videó felkerül egy közösség szájtra, akkor lehet értesíteni a szolgáltatót, és kérni kell annak az eltávolítását. Illetve nem szabad elfelejtkeznünk, hogy aki 18 év alatti személyről illetlen képet küld tovább, vagy publikál, az pedig törvénysértést követel. Erre hoztam egy példát, nem tudom, hogy láttátok-e a Nagy pénzrablás című sorozatot. Ha még nem, akkor egy nagyon pici spoiler fog most elhangozni. Igazából csak azért hoztam ezt az esetet, mert ez is kiválóan mutatja, itt két fiatalról van szó, akik elvonulnak egy mosdóhelyiségben, kettesben maradnak, és ott a fiú ráveszi a lányt, hogy csak neki, magának hagy készítsen egy fehér neműs képet a lányról, aztán pedig ez a kép véletlenül mégis kikerül, publikussá válik, és az osztálytársak is meglátják, így a lányt ugye elítélik, rágalmazzák, tehát konkrét zaklatásnak lesz kitéve, tehát érdemes ezekre a dolgokra odafigyelni, a gyermekeinknek elmagyarázni, hogy mik ennek a hátulütői, és hogy nem szabad ilyenben részt venni.
grooming. Ha szó szerinti fordítást vesszük, akkor ez a behálózás, becserkészést jelenti. A közösségoldalak terjedésével leegyszerűsítettek az ismerkedés szabályai. A gyerekek sokszor olyan ismerősök jelölését elfogadják, vagy barátságát elfogadják, akivel még nem is találkoztak. De vagy egy ismerősnek az ismerősei, vagy valamiféle közös érdeklődés alapján kerülnek kapcsolatba. Azonban sajnos számolnunk kell azzal, hogy a fénykép mögött rejtőző illető, aki mondjuk magát egy 14 éves fiúnak vallja, igazából egy 30 vagy akár még idősebb férfi, aki szexuális visszaélések elkövetéséhez keres áldozatokat a világhálón. Az elkövetők zöme több hónapon át tudatosan felépített stratégiával vadászik a közösségi hálókon lévő fiatalokra, lányokra és fiúkra egyaránt, bizalmukba férkőznek, kicsalnak tőlük személyes információkat, belevonják akár szexuális játékokba, végső esetben pedig akár személyes találkozóra is ráveszik őket. A virtuális világ a valóságban is megtörténhet akár többször is. Egy igaz történetet hoztam. 2012 nyarán az Egyesült Királyságban a grooming nevű bűncselekmény egyik legnagyobb hálózati szintű elkövetési formáját leplezte le egy újságíró. A Habbo Hotel nevű stratégiai játékon a chat felületén lehetősége van a játékosoknak egymással kommunikálni. A játék üzemeltetői amúgy abszolút elkötelezettek az internetbiztonság ügyében, és ezért moderátorok felügyelik a játék menetét. Úgy van beállítva a program, hogy káros és szexuális tartalmú kifejezésekre azonnal jelezzen a moderátornak, és így ugye ezt az illetőt ki tudják zárni a játékból. Viszont felmerült egy rendszerhiba, amely során 150 gyermek sérelmére történt szexuális visszaélés ez alatt a játék során. Az ügyet kirobbantó újságíró magát egy 14 éves lánynak adta ki, és a regisztrációt követő 5. perctől záporoztak rá szexuális tartalmú ajánlatok. Nem terült ki, hogy ki hibázott, de a játékot ezzel egy időben a világ összes országában felfüggesztették, és a cél egy még jobb módszer kidolgozása a becserkészők ellen. Tehát figyelemfelhívó volt, hogy mégis csúszhat hiba a rendszerben, és érdemes ezekre folyamatosan figyelni. Chat és Instant Messengerről lesz most szó. Azonnal üzenetküldő program és chat nagyszerű módja annak, hogy napi kapcsolatban tudjunk egymással lenni, barátokkal, ismerősökkel. Ugye csak azok látják a beszélgetést, akik részt vesznek benne, használhatunk webkamerát, amivel ugye most például ugye a COVID ideje alatt láthattuk a távol élő rokonokat, barátokat, tehát a kapcsolattartásnak az egyik legnagyszerűbb formája. Viszont itt is érdemes felkészülni a különböző váratlan helyzetekre, problémákra, és érdemes tudni, hogy milyen biztonsági lépéseket tehetünk, ha egy idegen próbál velünk kapcsolatba lépni. Például itt van a blokkolás lehetősége, hogy a felhasználóval megszakítunk minden további kommunikációs kapcsolatot, nem engedjük, hogy hozzáférjen a profilunkhoz, vagy hogy egyáltalán velünk kapcsolatba léphessen. Értesíteni az üzemeltetőt, tehát ha azt tapasztaljuk, hogy valaki meghekkelte az adatlapunkat, akkor az adott honlap üzemeltetőjét értesíteni kell, és segítségét kérni. Illetve van egy egyéb lehetőség, minden más visszaélés esetén a közösségi oldalaknál leírtak hasznosíthatók. File megosztás. File megosztás alatt ugye audio és videó tartalmak, rádióműsorok, zenés klipek letöltéséről van szó, ugye mobiltelefonra, számítógépre, most már bárhova le tudjuk ezeket tölteni, néhány közvetlenül kapcsolódó oldalon fájlok hamis feliratozásúak lehetnek. Amikor azt gondoljuk, hogy épp a kedvenc előadónktól töltünk le egy klippet, akkor utána kiderülhet, hogy vírust töltöttünk le, vagy rosszabb esetben ugye pornográf vagy erőszakos tartalom érkezik a telefonunkra vagy a számítógépünkre. A fájlok cseréje azt is jelentheti, tehát, hogy akaratlanul vírusokat és kémprogramokat is kicserélhetünk.
Erre ugye azt a megoldást kínálják, hogy érdemes olyan oldalakat használni, ahol legálisan előfizetett zenéket és videókat tudunk letölteni és felhasználni. Az online függőségről is szeretnék beszélni. Ugye az internet használata nem csak jogi szabályokat rejt magában, a lelki eredetű betegségek közül az online függőség is egyre jellemzőbb. Képzeljétek el, hogy a tengeren túli országokban már speciálisan az online függőségekre alakítottak ki klinikákat, sajnos ez még Magyarországon nincs egyelőre. Mik a legjellemzőbb tünetei az online függőségnek? Ugye a beszűkült viselkedés, kontrollvesztés, tolerancia kialakulása, elvonási tünetek, negatív szociális következmények. Amennyiben ezek a tények hosszú időszakon keresztül fennállnak, akkor beszélhetünk akut függőségi viselkedés veszélyéről. Ahhoz, hogy ezt tényleg meg tudjuk állapítani, tanácsos professzionális támogatást és tanácsot kérni. Abban az esetben, ha nincs szó a klasszikus értelemben vett függőségről, akkor is érdemes a szülőkkel megállapodásra jutni a gyermeknek, hogy mennyi időt tölthet napi szinten a számítógép előtt, vagy akár a telefonok előtt, hiszen ma már az okostelefonok is ugyanazt a célt tudják szolgálni, mint egy számítógép. Magyarországon leszoktató tréningekre, programokra lehet jelentkezni, bár olyan, ami kifejezetten netfüggőségre koncentrál, azoknak a száma nagyon elenyésző. Ugye ennek a célja általában a függőség mögött meghúzódó okok megkeresése, a beszűkült életvitel megszüntetése, új célok és társas időtöltések felfedezése, tehát célszerű más elfoglaltságokban megtalálni az örömforrásokat, szabályokat felállítani a net használatra, tehát időkereteket meghatározni, illetve szétnézni, hogy mik a rendszeresen látogatott oldalak az illetőnél. Az internetes játékokkal kapcsolatban hát egyre népszerűbbek, szerintem ezzel szintén nem mondtam új információt, főleg az olyan játékok, amelyekben csevegő funkció is van, stratégiai tippeket lehet egymással megosztani, ezeket most már azt mondom, hogy szerintem a lányok is, de korábban talán így a fiúknál volt a jellemzőbb, hogy ezeket a játékokat nagyon élvezték. Ha van egy ilyen játék, ami tényleg akár a fejlődésükhöz is hozzájárul, akkor mégis mi lehet ezzel a játékkal a baj? Itt ugye az a probléma, hogy túlságosan beleélhetik magukat a gyerekek ezekbe a játékokban, teljesen elmosódik a határa a virtuális és a való élet között. Szokták azt mondani, hogy úgy érzik a gyermekek, akik játszanak ezekkel a játékokkal, hogy bármit megtennének azért, hogy nyerjenek, vagy egy következő szintre, egy magasabb szintre eljuthassanak. Ugye a függőségtől megóvhat a saját magunknak felállított időkorlátok, illetve nyilván, ha a szülővel egyeztetünk ezekről az időkorlátokról. Az embert körülvevő környezetnek óriási felelőssége van az ilyen helyzet felismerésében is, és a segítségnyújtásban, ha arra kerülne a sor. Az internetes gyerekmunkáról is szeretnék beszélni. Ugye ezeknek a stratégiai játékok térhódításával egyre több olyan fejlesztés látott napvilágot, ahol a játékban szerezhető, tehát ezeket a virtuális pénzeket valódi fizető eszközzé lehet átváltani, és nagyértékű műszaki cikkek vásárolhatók. A maffia új ága a virtuális térben próbál boldogulni, az ilyen tartalmú játékokra specializódott bűnszervezetek ajánlatot tesznek a gyerekeknek, hogy játszanak helyettük, és cserébe azonnali pénzt vagy tárgyutalmat ígérnek. Eljelenségnek bűnözői körbe való bevonódás mellett beláthatatlan lelki károsodást okozó következményei is vannak. Itt a digitális függéssel kapcsolatban, tehát itt akár játék, akár maga az online felületek függőségével kapcsolatban szeretnék a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda által két videót ajánlani.
az egyik digitális detox kihívásra fel, a másik pedig digitális detox karácsonykor, ami bár most nem aktuális, de hát hamarosan itt van a karácsony, és érdemes a gyerekekkel megnézni szerintünk ezeket a videókat, hogy hogyan is lehet a digitális detoxtal felvenni a harcot. Még így végezetül az adathalászokról szeretnék pár szót említeni. Tehát az interneten a legtöbb visszaélést még mindig az adathalászat jelenti. Egyszerűen óvatlanok vagyunk, könnyedén osztunk meg személyes adatokat, akár honlapokon, akár más emberekkel. Maga az adathalászat amúgy, hogy egy olyan megtévesztés, ami személyes adatainkhoz próbál jogszerűtlen módon hozzájutni. Ezek lehetnek jelszavak, mailfiókok hozzáférhetőségei, vagy a netes bankolások információi. Minden velünk kapcsolatos adattal, jelszóval vissza lehet élni, és vissza is tudnak élni. Ezért nagyon fontos ezeknek az adatoknak tehát nagyon fontos, hogy ezeket az adatokat ne adjuk ki, vagy csak a megfelelő oldalakon a kezünkből. Tehát az adatvédelem lényege, hogy megkérdezhetjük, hogy ki és milyen adatokat tarthat rólunk nyilván, illetve hogy kinek adja át és milyen célból azokat az adatokat. Ha kiderül, hogy téves adatokat tartanak rólunk nyilván, akkor kérhetjük azoknak a javítását, ha pedig jogellenesen kezelik az adatokat, akkor a törlést mindenféleképpen kezdeményezzük. Az adatkezeléshez minden esetben szükséges a hozzájárulásunk. Magyarországon a személyes adatok kezelésénél a 16 éves kort tartják egy ilyen vízválasztónak, de 16 év fölött már mindenki szabadon dönthet a személyes adatainak megadásáról, az alatt pedig a szülő vagy a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Ugye ma hazánkban az adatvédelem őrei, a Nemzeti Adatvédelem és Adatvédelmi és Információszabadsághatóság munkatársai. Itt néhány tovább gondolásra ösztönző kérdést is felírtam. Itt ugye érdemes ezeket a gyerekeinkkel is otthon átbeszélni. Tehát most néhányat felolvasok. Mit gondolsz, mik a közösségi oldal negatív és pozitív oldalai? Mit gondolsz, mi történik, ha nem a korodnak megfelelő dolgokat keresgélsz? Tapasztaltad-e már, hogy a barátod vagy valamelyik ismerősöd durván viselkedett valakivel az interneten? Mit csinálsz, ha azt látod, hogy valaki durva vagy bántó dolgokat tesz közzé másról? Írt már neked valaki olyasmit a neten, amiről szomorú lettél, vagy megijedtél? Láttál már olyat az interneten, amitől megijedtél, vagy kellemetlenül érezted magad? És mit gondolsz, milyenkor a teendőd? Tehát szerintem ezeket a kérdéseket mindenképp érdemes a gyerekeinkkel otthon átvenni és átbeszélni, és érdemes az ő nézőpontjaikat is megismerni, illetve ha valahol nagyon más véleményen vagyunk, akkor a mi véleményünket is megosztani velük, és alátámasztani érvekkel. Rengeteg oldal foglalkozik már ezekkel a témákkal. Én most ide fel is vetítettem ezt a sok-sok-sok hasznos oldalt. Igazából sok minden, tehát az anyagok nagy részét, az előadás nagy részét ezekből a forrásokból állítottam össze, de mindenképp érdemes egyesével is végigmenni ezeken az oldalakon. Illetve egy kis ajánlott irodalmat is mellékeltem. Itt is megjelöltem forrásokat, úgyhogy ezeken is át tudnak menni. És köszönöm a figyelmet.